Szóval nem sokszor szokott velem az előfordulni, hogy egy ültőhelyembe elolvasok egy könyvet, és ezt se egy ültőhelyembe olvastam el. De az történt, hogy tegnap 3 óra tájékában leültem, ez a tegnap ez egy szombat volt, és elkezdtem olvasni Szirmai Ágnestől a Szerelemek Castingolva című könyvet, és hát pár órával később már be is fejeztem. Történetünk főszereplője Viru, aki szerelmes az egyik nagyon helyes srácba, Kozák D-be, de az a csavar, hogy D-vel nagy haverok. Viru évek óta azon lamentál, hogy vajon miért van az, hogy őt a fiú nem veszi észre, pedig nagyon jóba vannak. Na és akkor az történik, hogy egy délután Viru kitalálja, hogy úgy próbálja felvilítani D-t, hogy elmennek egy castingra. Egyébként ez egy tök aranyos ötlet, és így tök el tudom képzelni, hogy a valóságban ez így megtörténik, hogy na akkor menjünk és menjünk el erre a castingra, mert jó buli, egyébként ezt még én is megcsinálnám. Valamelyik ismerősöm, amikor lát valami castingos esemény, nyugodtan szóljon, mert simán elmennék egyre. És ugye majd minden ezután a casting után indul be. Na, azt kell, hogy mondjam, nagyon elkapott ez a könyv, és ennek részben az az oka, hogy Szirmai Ágnesnek nagyon jó stílusa van. Egy ilyen nagyon fiatalos, könnyed, úgy repültem át ezeken a sorokon. A hangulat volt ez, ami engem teljesen megragadott, és így a hangulat miatt nem tudtam letenni, mert egyszerűen folyamatosan vissza akartam bújni ebbe a történetbe. Nem nagyon kell ezt tovább magyaráznom, szóval, hogy értitek, ha nem lett volna jó, akkor nem 5 óra alatt olvasom el, mint ahogy ez a valóságban megtörtént. A másik, ami miatt rettenetesen élveztem olvasni ezt a regényt, az az volt, az a bizonyos szappanopera, ami ebben a könyvben van, bár soha nem említődik meg, de nagyon haj az egy magyar szappanoperára, és szerintem ez egy zseniális ötlet. Nagyon vicces volt azt látni, hogy felhasználva egy ilyen nagyon mai dolgot, és egyébként ez végig az a regényre, hogy Szirmai Ágnes nagyon mai, szóval, hogy trónok harca van benne, illetve mi volt még, ami nagyon mai volt? Ja, Virunak a csengő hangja, és bocsánat, hogy ezt elmondom, ez nem spoiler, de Virunak a csengő hangja, jó, akkor nem mondom el a számot, de az a vicces, hogy Virunak a csengő hangja a telefonján egy olyan szám, egy olyan magyar bandától, amit én is nagyon szeretek. Annyira vicces volt így olvasni, hogy jézus, a számot ismerem, szóval, hogy nagyon mai ez a regény, Szirmai Ágnes teljesen felhasználta, hogy a mai fiataloknak írjon. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon okos húzás, és az egész szappanoperás dolog nekem nagyon bejött. Olyan a könyv végig, hogy vannak bizonyos jelenetek, amiket eljátszanak, és így felváltva kapod meg igazából ezeket a dolgokat, mert van, amikor a történetbe elmesélődik, hogy így mi történik éppen a szetten, de van, amikor éppen akkor az történik, hogy amúgy a főszereplő olvassa a saját szövegét. És ez egyébként azt szerintem nagyon érdekessé tette az egészet, és ilyen forgatási háttérbe lyukadtunk ki, miközben persze zajlik az a történetünk, hogy ott a főszereplő lányunk, és ott van a srácunk, a menő D, aki amúgy D-nes, de hívjuk D-nek, egyébként nekem bejött ez a D-zés. Viszont egyetlen egy negatívumot muszáj, mert ez egyszerűen felcseszte az agyamat. Az pedig az volt, hogy ugye mindenki emlékszik egy bizonyos magyar sorozat bizonyos főszereplőjére, aki 50 oldalanként bőgött a főszereplő srác után abban az 5 könyvben, amik közük nem volt egymáshoz. Na, itt is egy kicsit kiakadtam, mert a főszereplő lányunk úgy 3-szor elbőgte magát, és én ezt így nem. Vagy belőlem hiányzik valami, mert hogy én biztos, hogy nem bőgtem együtt a srácok miatt, mikor fiatal voltam, és bohó, vagy nem tudom, szóval kicsit olyan érzésem van, hogy ez az elsírja magát a főszereplő lány, a főszereplő srác miatt, ez már ilyen nagyon klisésség kezd válni, úgyhogy ez az egyetlen dolog, ami egy kicsit felcseszte az agyamat, de azt el kell mondanom, hogy ne gondoljátok azt, hogy a főszereplőnk ugyanolyan, mint az említett sikeres sorozat sikeres főszereplője. Viru az teljesen más, és nekem egy ilyen üdítő színfolt volt egyébként Viru. Szerintem nagyon szerethető az ő karaktere, és hát nagyon-nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy fog folytatódni a Szerelemre castingolva. Azt írtam a Mojon, hogy nagyon szeretném a folytatást, és leginkább tegnapra szeretném. Szóval a pillanat, amikor meg fog jelenni a Szerelemre castingolva, én az biztos, hogy el fogom olvasni. Hogy kinek ajánlom, leginkább a fiatalabb korosztálynak ajánlom, mert azért nem elfelejthető, hogy plusz 14-es korosztálynak írodott ez a regény, és szerintem ők tudják leginkább élvezni. Az érettebb korosztálynak leginkább akkor ajánlom, amikor egy ilyen könnyedebb olvasmányt szeretne olvasni két krimi között, vagy ilyesmi, tehát hogy felnőttebb korosztályoknak is ajánlom, de leginkább a fiataloknak, úgyhogy aki beleesik ebbe a 12-16-os korosztályba, nekik nagyon ajánlom, hogyha érdekli őket ez a szappanopera történet. És ennyit szerettem volna elmondani erről a regényről, nagyon gyors olvasás volt, és ilyenkor mindig olyan nagyon felfrissülve jól érzem magamat, úgyhogy nagyon örülök, hogy elolvastam a Szerelemre castingolva Szirmai Ágnestől. Nagyon szépen köszönöm a könyvet a Tilos az Ág könyvkiadónak. Ha esetleg köztetek valakinek felkeltettem az érdeklődését, találtok lenn linket a boxban a könyvhöz. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Soha nem éreztem azt, hogy két különálló könyvet olvasok, mindig érezhető volt, hogy itt össze fognak folyni a szálak, ez meg is történt, de soha nem volt egyáltalán zavaró számomra, hogy Barbit és Kriszt követjük külön. Bár engem Barbie története jobban érdekelt, de ez egy teljesen szubjektív dolog.